Akkor hát nézzünk valami videójátékot, amit ma este játszani fogunk. Játszani fogok veletek, kedves lányok, kedves srácok, mert tudnotok kell, ti, akik most a képernyő előtt vagytok, valami kibaszott jól néztek ki, és ezért ma ijesztő videójátékot fogunk játszani. Na nézzük! Szervusztok, kedves, nagyon kedves srácok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Cold Shot című indie videójátéknál. Hogy vagytok, kedves, nagyon kedves srácok? Remélem mindenki jól van, mindenki jól érzi magát, és mindenki kész megismerni egy olyan rövid kis horrorjáték történetet, ahol egy bérgyilkos alakítunk, és az egyik munkánk nem úgy alakul, ahogy elterveztük. Nem is szaporítom tovább a szót, nézzünk bele! Egy nagyon hideg éjszaka volt. Vagyis inkább az. Jobb szeretnék otthon lenni, tévét nézni és pihenni. De sajnos dolgom van. Spencer York. A Saratoga utca 12-ben lakik. Minden készen áll. Nem bukhatok el. Itt a kis hátizsákunk. Vettünk magunkhoz még pisztolytöltényt. Ha minden igaz. És ide már elő is van készítve a mesterlövész puskánk, a célpontunk pedig ott lakik. Ha jól látom, akkor pont a talán a dolgozó szobájában ül, és valamit ügyködik a számítógépén. Hát, üssünk lyukat a fejébe. Eltaláltam vajon? Biztosra kell mennünk. Az ott az autónk. Ilyen teljesen alap FPS játék irányítása van a játéknak. VOSD, egérmozgás, és a shiftet lenyomva sétálok, ez alapból a futási sebesség. Aha. Úgy néz ki, hogy a láncrosdás. Valamivel ki kell nyitnom ezt. Milyen szerencsé, valaki itt hagyta ezt a feszítővasat. Ó, jaj. Nagy izgalmamban véletlenül elsült a fegyver. Megesik a legjobbakkal is. Nem tudom, hogy van itt valami érdekes számomra, nem hinném, hogy őszinte legyek. Szóval... Miután itt is szépen belélegeztük a PlayStation 1 ihlette grafikát... Menjünk hát akkor be ide! Van itt egy nagyon menő edzőterem, egy októberi naptár. Nem tetszik, hogy gyermeksírást hallok ebben a házban. Oh.
Valami rettentő csúnya dolog van a mosogatóban, de azért ez se rossz. Van valami a hús alatt. Olyan, mintha egy disznót etem lenne. Kell egy éles tárgy ahhoz, hogy kivehessem. Úgy néz ki, mintha meg lett itt volna terítve egy kisebb vacsorára abból az undorító cuccból, amit a konyhában találtunk. Ki tudja, talán a disznótetemből van. Hello, Mark! Ezek a házhangok. Van itt egy napló. 2014. március 25-e. Kicsit furán érzem magam, miközben ezeket a sorokat írom. Egészen máig soha nem írtam naplót. Nem vezettem naplót. De gondolom, hogyha folyamatosan csinálom, akkor előbb-utóbb hozzászokok. Marvin a terapeutám azt mondta nekem, hogy ez segíthet a folyamatban. Próbálok bármire is összpontosítani, még ha ez hülyén is hangzik, és sajnálom, ugye most belelóg itt a kamerám, de a nap végén nem tudok nem minára gondolni, és olyan szánalmasnak érzem magam. 2014. március 26-a. Zsinórban a második nap. Ma este nem aludtam. A pirulák nem segítettek. Ébren maradtam, és néztem ezeket a furcsa reggeli tévéműsorokat, de csak minára tudtam gondolni. A reggelemet azzal töltöttem, hogy vásároltam a városban. Egy pillanatra azt hittem, hogy Mina az utca túloldalán van. Attól tartok, hogy kezd el menni a józan eszem. A délutánom egész normális volt, szóval úgy döntöttem, hogy elmegyek sétálni. 2014. március 28-a. A harmadik nap zsinórban, és tudjátok mit? Ma este megint nem aludtam. Kezdek aggódni, talán fel kellene hívnom Marvint. Oké. Holnapra Marvinnal egyeztettem időpontot. Biztos nagyon komoly lehet a helyzet, hogyha ilyen gyorsan időt tud rám keríteni. Avagy sort. A napmaradék része egész normális volt, de nem tudtam nem minára gondolni. Már-már hozzá is szoktam. Nem tudom, hogy ez azért van, mert mentálisan teljesen tönkrementem, vagy mert kezdek túllépni rajta. 2014. március 29. Negyedik nap zsinórban. Marvin egy kibaszott seggfej. Nagyon nem tetszett nekem, ahogy ez az egész lezajlott. Miféle fajta terápia ez? Biztos nem megyek vissza, bazd meg magad, Marvin, bazd meg magad és a naplódat is. 2014. április 5-e, hopp, ugrottunk egy pár napot. Egy hétig nem nyúltam ehhez az istenverte naplóhoz. Marvin folyamatosan hívogat engem, de nem érdekel. A pirulái abszolút nem segítenek, az alkohol sokkal hatásosabb. Jaj. Nem tudok nem minára gondolni, és nagyon szarul érzem magam. 2014. április 12-e. Nem értem, miért folytatom ezt a naplót. Talán most már ez az én személyes kis rituálém, amikor nem tudok aludni. Ma úgy döntöttem, hogy csatlakozok egy csoporthoz a templomnál. Ezt a csoportot olyan szülők alkották meg, akik ugyanolyan helyzetben vannak, mint én. Most már sokkal jobban érzem magam. Már hetek óta nem éreztem magam ilyen jól. 2014. április 18-a. Ma elmentem kirándulni ezzel a támogatói csoporttal. Elmentünk egy elhagyott szentélyhez.
Valamiért nem emlékszem, hogy pontosan mit csináltunk ott. Nagyon érdeklődnek irántam. Azt hiszem, hogy meghívom őket az otthonomba. 2014. április 21-e. Ma... nem tudom, mit kellett kimondani. Janassa talán? Janassa ma azt mondta nekünk, hogy... hogy vissza fogjuk őket hozni. Annyira boldog vagyok. 2014. április 25-e. A deformált malac megjelent az udvaromon. El se hiszem, hogy ez működött. Ez azt jelenti, hogy minden készen áll, és ami még ennél is fontosabb, hogy igazuk volt. Hívni fogom őket. Azt hiszem, hallom Minát, ahogy a többi gyermekkel játszik. 2014. április 26-a. Ma van a nagy nap, minden készen áll. A csoport hamarosan hazajön. Gondolom ide. Janassának pedig közölnie kell velem valamit, ami nagyon fontos. De ha jól láttam, akkor ennyi volt, ez nem lett leírva, hogy mi volt az a nagyon fontos dolog. És mentünk egy kört. Egy zárt ajtó van itt. Megtaláltuk a hálószobát. Oké, azt hiszem, hogy a sötétben volt egy pisztolytöltény ott a fürdőszobának a kézmosójánál. Ez is zárva van. Oké, itt van a szoba, ahol üldögélt az emberünk a számítógépe előtt. Dr. Marvin Lewis. Beteg neve Spencer York. 46 éves. 1,95 méter magas, 90 kiló súlya. Diagnózis. A beteg erős depressziótól és skizofréniától szenved. Ó. Időről időre emlékszik egy gyermek elvesztésére, de ez a gyermek sosem létezett. Ó. Szóval York egy gyermek elvesztése miatt érzi magát rosszul, de ez a gyerkőc nem is létezett, és... itt vagyok a dolgozószobában, tiszta vér minden, de York sehol. Hát nézzük meg, hogy mit írt a számítógépén mielőtt meglőttük volna szegényt. Egy új jegyzettömb fájl van itt megnyitva. És valami kalapálás hangot hallok hirtelen a háttérben. Mina, ha ezt olvasod, akkor az azt jelenti, hogy minden rendben zajlott. Félek. Pár órával ezelőtt még nem tudtam, hogy ilyen hamar meg fogok halni. Habár ha az okozatra, az indokra gondolok, akkor az utolsó pillanataimat az bearanyozza. Nagyon ideges vagyok, de az életem nélkül egy semmit sem jelent. Ha ezt teszem, az az egyik legjobb dolog, amit tehetek. Ne szomorkodj, apu szeret téged, és örökké veled akarok lenni. Látom, hogy rám céloz a fegyverével, és itt megszakadt a leírás. Ez nem tetszik nekem. El kell tűnnöm innen. Igen. Szóval meg volt tervezve az, hogy mi ide jöttünk, és itt lelőttük York urat, és úgy néz ki, hogy ő erről tudott.
Jobb, ha mozgásban maradok. Azt hiszem a hang a fürdőszobából jött. Ebből? Nem tudom, mert... konkrétan nem látok semmit. Ó, szuper! Ó, remek! York úrnak előttük az egyik kezét, de még mindig mozog. Oké, akkor a földszintet nézzük meg, azt hiszem. Aha. Oké, szereztünk egy kést. Akkor azzal gyorsan metszük meg ezt a disznót. És... megvan a könyvtár kulcsa. Hello. Ez remekül néz ki. Ó, Istenem. York úrnak hirtelen volt ideje kb. Mindent is befalazni. Ó, jaj. Akarom mondani, bereteszelni. Már csak... ó. Oké, ki tudtam nyitni. A könyvtárban vagyunk. Volt még pisztolytöltény, ez remek. Nézzük csak. Nem akarom, hogy bejön ide ez a csávó, miközben olvasok, de így tudom nézni az ajtót is, szuper. Találtam pár papírt, illetve oldalt, amik nem tartoznak ebbe a könyvbe, és alig olvashatók. Nézzük csak, helyi, hát ilyen népmesék, népi hagyományok. Reichmond a húst szimbolizálja, a külalakja pedig egy malacot formál. Reichmond képes valóra váltani egy földi vágyat, perjel kívánságot, hogyha ezeket a lépéseket követjük. Egy pillantást, csak felcsapom gyorsan a Google fordítót, hogy biztosan mindent helyesen fordítsak le nektek. Nem térkép, fordító. Jaj már. Oké, tehát. Szóval a kezdeti lépéseket a kezdeti lépéseket a szertartások völgyében kell elvégezni. Miután ezeket a szertartásokat elvégeztük, Reichmond ki fogja választani a gazdatestjét. Miután a gazdatest megvan, Reichmond meg fog jelenni a gazdatest otthonában. A második fázisban, hát nem is hiszem, hogy gazdatestnek kell itt a hostot fordítani, hanem sokkal inkább házigazdának, igen. A második fázisban a házigazdának fel kell áldoznia a Reichmond fizikai formáját, és meg kell osztania a húsát a résztvevők között. Csak a házigazda vághatja fel a testet. Akkor ezt láttuk lent a konyhában. Az utolsó fázis a házigazda megváltásáról szól, amiért megölte Reichmondot. Egy alacsonyabb létsíkról származó lénynek meg kell ölnie a házigazdát. És ezek lennénk most mi? Aha. Miután a házigazdát feláldozták, minden résztvevőnek valóra válik a kívánsága. Húhú.
Attól tartok, hogy mi ezzel most majdhogy nem végbe vittük a szertartást. És ha jól látom, ez itt egy kapcsolós puzzle akar lenni. Aha. De rossz ez hallani, hogy közben Yorkit sírri bőg mögöttünk. Ó! Oké. Process of Elimination-nel itt találtunk egy alaksor kulcsot. Szuper. Akkor azt hiszem lemegyünk az alaksorba. Kitörte innen az ajtót, azt a mindenit. Ó! Oh. Nem hallok már senkit lépkedni. És mégis mi a fene? Oké. Árnyékom nincs, na se baj. És minden egyértelmű kijárat, könnyű kijárat bele zárva. Oké. Okay. Talán York úr most már ténylegesen meghalt. Talán. Ó, jaj. Ó, Istenem. Jó, bezártam most magam ide. Atyaik! Jajaj! Oh. Oké, nehéz mellettük elmenni ilyen szűk helyszínen. Ne kérdezzétek, hogy mik ezek, kedves nagyon kedves srácok, mert fogalmam nincs. Mintha tiszta vér lenne, itt lenne minden. De úgy néz ki, hogy itt a... nem tudom... egy csatorna kivezető nyíláson ki tudtunk jutni. És kijutottunk az udvarra, de itt az udvaron is hemzsögnek ezek a rondaságok. És közben a karakterünk elhatározza azt magában, hogy nem fogunk itt megdögleni. Ó, Istenem. Az autó közel van, de nem hagyhatom itt a cuccomat. Akkor cuccért szépen felmegyünk. Oké. Okay. Megvan a mesterlövészpuska, és mivel már azt, hogy cipeljük magunkkal, ezért jóval lassabbak vagyunk. Megvan a hátizsákunk,
Jó, most várjuk meg, még ezek a mocskok szépen feljönnek ide. És megpróbáljuk őket így kicselezni, kikerülni. Én nem tudom, ki kívánna ilyesmit, de ez... Bláh, ez nem jó. Gyerünk, gyerünk. Érdekes, pedig úgy jelzi, hogy még van egy golyó matárban. De már csak üresen kattog a pisztoly, de ott a kocsi is mindjárt meglógunk, szóval tök jó. Hú! Király, el tudtunk hajtani. Olyan fáradt vagyok. Nem is tudom, hogy hová tartok most. Ez a munka totális káosz volt. Csoda, hogy még élek. De a kérdés még mindig égeti a fejemet, vagyis ez az elmémet. Ezt érdemelték volna? Eddig ez nem volt releváns, most miért lenne az? Csak nulláról szeretném kezdeni az új életemet el. De ezt nem érdemlem meg. És ennyi volt a játék, kedves lányok, kedves srácok, itt a vége. Itt a vége. Ez ilyen kis rövid, de érdekes történet volt szerintem. Nekem nagyon tetszett az alap elképzelés, hogy egy bérgyilkossal vagyunk, és az egyik munka az, ami kicsikét elcsesződik, és ez konkrétan így is történt. De jó pufa volt szerintem. Szóval, hogyha nektek is tetszett, akkor a videó leírásának az első sorába fogok hagyni egy linket, ahol tök ingyen le tudjátok tölteni a játékot, és tudtok vele játszani, ha szeretnétek ti saját magatok is kipróbálni. Ilyen szépen megköszönni mindenkinek a készítő, hogy segítették a játék elkészülését, és hogy mi játszottunk a játékkal. Szóval, kedves nagy kedves játszok, én pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a Cold Shot kis rövid történetének a teljes végigjátszása. Remélem, hogy tetszett, remélem, hogy jó szórakoztatok, és remélem, hogy majd legközelebb egy másik videómban is velem tartotok majd. Lehetek jók, vigyázzatok magatokra, és szervusztok! Kedves lányok, kedves srácok! Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat. Ha tetszett, kérlek dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. A videóm leírásában az összes elérhetőségemet megtaláljátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szervusztok!